Nem kell félni. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ézsajás könyve 41. fejezet 10. vers. Jó reggelt! Mit szólsz ehhez a kedves, bátorító igéhez? Ne félj! A félelem bekopogott az ajtón. A remény ajtót nyitott, de nem volt ott senki. Olvastam valahol. Ne félj, mert ma Isten előtted megy, csak kövesd őt. Melletted megy, fogja kezed, mögötted megy, védelmez. Ne csüggedj, lehet, hogy befelé folynak könnyeid. Beteg a gyermeked, a családtagjaid közül probléma van valakivel? Házassági konfliktusok között élsz? Munkahelyet keresel? Ne csüggedj, mert én vagyok Istened, mondja atyád ma reggel. Megerősítelek, megsegítelek, jobb kezemmel támogatlak. Ma, mielőtt munkába indulnál, hallgasd meg az alábbi kis verset. Engedd, hogy a szívedhez szóljon. Charlotte Fried, mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál? Fordította Turmezei Erzsébet. Vörösbegy és Veréb beszélgetnek titkairól az emberi életnek. Vörösbegy kérdez. Fel nem foghatom, miért hajszolják magukat úgy agyon az emberek? Van bajuk, gondjuk annyi? Nincs idejük örülni, hálát adni. Pedig az élet oly szép valami. Meg tudod ezt a kérdést oldani? Sajnos nem lelek nyitjára az oknak. Miért küszködnek, gyötrődnek, panaszkodnak, miért? Szól Verebecske. Csak azt sejthetem, nincs oly jó sorsuk, mint neked és nekem. Miránk mennyei atyánknak van gondja. Ad eledelt, napsugarat naponta. Tudja hiányunk, és kész, hogy segítsen. S úgy látom, nekik nincsen atyuk. Nincsen.